Igyekszik maga mögött hagyni az elmúlt hónapok nehézségeit tiszavasvári. A város vezetése azon az állásponton van, hogy a fejlesztések felgyorsításával érhető el leghamarabb az az állapot, ami a koronavírus előtti időszakot jellemezte. Az önkormányzat nemrégiben sikeresen pályázott a Minimanó óvoda felújítására, melynek keretében több mint 235 millió forint értékben korszerűsödhet az intézmény. A városban folyamatban van egy gyepmesteri telep kialakítása. Megoldódhat egy közel egy évtizede húzódó probléma a belváros vízelvezetésének rekonstrukciójával, hamarosan pedig a sportolni vágyó helyiek is új lehetőséggel gazdagodnak. Ez egy 150 négyzetméteres sportpark, ezt a tavalyi évben nyertük el, ezelőtt 80 nappal jelent meg a kivitelező, átadtuk a területet, és örömmel adjuk majd át, vagy vesszük majd át ugye a műszaki átadás során, és járványügyi helyzet ide, járványügyi helyzet oda, a tisztavasváriaknak ezt mi hamarabb szeretném majd átadni használatra. Aztán tavasz folyamán merült föl, belvárosból jelezték, hogy különböző belvíz elvezető csatornáinkban megállt a víz. Ugye nem voltak nagy esők, de emelkedett a vízszint, és a lakosság jelezte, hogy valami gond lehet. Feltérképeztük a város körül húzódó közel 30 kilométernyi belvíz elvezető rendszert, és hát szomorúan tapasztaltuk, hogy az elmúlt 8-10 év hanyagsága azt eredményezte, hogy itt ebben a belvíz elvezető rendszerben NAD, ISZAP, néhány helyen még fa is megjelent. Közmunkaprogram keretében több tucat munkavállalóval elkezdtük a belvízelvezető rendszer kitakarítását, karbantartását. Ez egy óriási feladat lesz, mint ahogy mondtam, 30 kilométernyi szakaszról van szó. Szőke Zoltán hozzátette. A tiszavasváriban működő orvosi ellátás és az oktatási intézmények jól alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Az ügyeleti rendszerben működő óvoda pedig egyre több gyereket fogad, miután a szülők egy része újra munkába állt. A polgármester nem tapasztalt nagy változást a lakosság foglalkoztatási arányában. Mint mondta, a kormány gazdaságvédelmi akciójának elemeit több munkáltató sikeresen igénybe vette. Helyi vállalkozókkal kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy visszajelzés vagy jelzés nem érkezett az önkormányzatunkhoz, hogy vállalkozások szűntek volna meg, vagy függesztették volna fel véglegesen tevékenységeiket. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően úgy tudom, hogy jó néhány vállalkozás segítséget kapott, és segítséget tudott fordulni a foglalkoztatási központhoz, hivatalhoz, és azokhoz a segítségekhez hozzá is jutott, amire ők pályáztak. A helyiek próbálták ezt rugalmasan kezelni, több vállalkozóval beszéltem, találkoztam, a munkaidő átszervezésével vagy feladatok átszervezésével megoldotta eddig ezt a nehéz időszakot. Azzal mi is tisztában vagyunk itt az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalban, hogy ez a két hónap még egy kezdeti időszak. Igazán a nagyobb problémák, a nagyobb gondok azt mondom, hogy egy-két hónap múlva fognak jelentkezni. Ennek megakadályozására Tiszavasvári önkormányzata igyekszik létrehozni egy nyílt adatbázist, ahol a helyi vállalkozások feltüntethetik tevékenységi körüket és hirdethetik termékeiket, szolgáltatásaikat. Mindennek az a célja, hogy a következő hónapokban Tiszavasvári lakosai vásárlás vagy igénybevétel esetén előnyben részesítsék a helyi érdekeltségű cégeket, ezzel is elősegítve a működésük hosszú távú, biztonságos fenntartását, tette hozzá a polgármester.